Ciao! Legutóbbi videóban ígértem neked a bormiói kalandokról egy rövid beszámolót. Csapjunk át a közepébe! Röpke 13 órás autóút után meg is érkeztünk Bormióba. Ez volt a főadiszállásunk. Gyakorlatilag minden túra alkalmával innen indultunk el. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Volare. A Hotel Danielában szálltunk meg. Ezúton is ajánlom neked ezt a kis családja szállodát. Ahogyan illik az olaszokhoz, isteni volt a kávé, isteni volt az almáspite reggelire. Bormió körülbelül egy 4000-4100 főt számláló kisváros. A komment mezőbe a videó alá teszek majd be egy ismertetőt Bormióról. Ha érdekel a város történelme, akkor a komment mezőben megtalálod a linken. Hát Bormió egy kis völgyben fekszik, így hát bármerre indultunk el, északra, délre, keletre, nyugatra, egy 6-8%-os emelkedővel kellett szinte azonnal megküzdenünk, úgyhogy a bemelegítéssel soha nem volt probléma. De szerintem azt nem kell elmondani neked, hogy Olaszország a kerékpározás egyik fellegvára. Már az első pillanattól kezdve otthonosan éreztem magam, hiszen ez az életstílus közel áll hozzám. Bormiót úgy képzeld el, mint egy óriási szívet, amikor a szív pulzál, nyomja ki magából a kerékpárosokat, akik gyakorlatilag elindulnak egyesével vagy csoportosan a legendás csúcsok felé. Bormió központjától néhány kilométerre van a Stelvio, a Passo Gavia, picit távolabb van a Mortirolo, és szintén kerékpárral néhány kilométer után el lehet érni a Lákidi Cancano tavat. Ezekről az epikus hegyekről egészen biztosan hallottál már, hiszen a Giro d'Italia legendás szakaszai között általában mindig szerepel egy-két ilyen hegy. Az első legendás hegy, amit úgy gondoltunk, hogy meghódítunk, a Stelvio. Szerintem a Stelviót senkinek nem kell bemutatnom, de a komment mezőben mégis oda fogok tenni egy linket, ahol a Stelvio történetéről, kialakulásáról tudsz bővebben olvasni. A veriformans faj a krétakorszakban kihalt. Vagyis akkor ez itt... Mi van? Mi van?
Sok Giro d'Italia alkalmával volt már itt óriási harc a Maya Rosaért. Egyébként a Stelvio Olaszország egyik legmagasabb hegyi hágója, gyakorlatilag saját időjárással rendelkezik, ami annyit jelent, hogy egyik pillanatban még süt a nap, 5 perc múlva pedig már havas eső esik. Itt küzdök a Stelvion, hátborzongató, egyszerűen hátborzongatóan félelmetes. Egyébként maga Stelvio félelmetes. Nekem halálfélelmem volt végig. Nem is igazán az emelkedőknek a meredeksége az, ami próbára teszi az embert, hanem inkább az őrületes mélység, ami az út mellett van, és bizony nem mindig van védőkorlát. Köszönöm, hogy velem voltál a videómban, remélem tetszett a bormiói kalandozásom első része. Tarts velem a következő videómban is, ahol Bormio és környékét fogom majd körbejárni. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, és ha szeretnél továbbra is kerékpáros tartalmakat kapni tőlem, iratkozz fel a csatornámra! Ciao!